szerelem megbetegít, kísérti az álmainkat, tönkreteszi a napjainkat. A szerelem több embert ölt meg, mint bármilyen betegség. A cannabis, más néven marihuána, avagy népnyelvben fű, a kender növény. Főként az indiai kender, azaz cannabis indica és a hasznos kender, a cannabis sativa, szárított, megtermékenyítetlen kender virágzata, melyet a múltban időnként tévesen neveztek el vadkendernek is, annak ellenére, hogy azzal nem azonos. A növény virágzatán és kísérőleveleken nagy számban található mirigyek által termelt gyantát elválasztva a többi növény részétől kiefnek nevezik. Bár a THC névvel elsősorban a marihuána fő pszichoaktív hatóanyagát jelölik, ez összességében a Delta 9 THC, Delta 8 THC és THCV együttes. A kenderben több mint 20 féle tetrahidrokannabinol található. Elsőként Rafael Meshulam és Yeshiel Gaoni izolálta az izraeli Weizmann Institute-ben 1964-ben. Tiszta formában hidegen, szilárd, üvegszerű melegítve vízkózus és ragacsos anyag. A THC nagyon kis mértékben oldódik a vízben, de jól oldódik a legtöbb szerves oldószerben, így etanolban és hexánban is. A nikotinhoz és a koffeinhez hasonlóan a THC-nek valószínűleg az a szerepe a növényben, hogy megvédje azt a kártevőktől, illetve kórokozóktól. Ezen kívül a THC-nak magas UVB abszorpciója is van, ami a káros sugárzásoktól is nagyon megvédi a növényt. Farmakológiai szempontból a marihuána fő pszichoaktív összetevője a THC, ami az egyik az összesen 483 vegyület közül, amelyek a marihuánában találhatók. A kannabinoidok főleg a kender gyantájában vannak jelen. A legtöbbet vizsgált kannabinoid a THC, melyen kívül a marihuána még legalább 113 különböző kannabinoidot tartalmaz. Ilyenek például a CBD és a CBN, illetve a THCV, valamint a CBG. Mára a cannabiszt a világ számos országában használják illegális szabadidős drogként, néhány országban legális élvezeti szerként, több országban gyógyszernövényként, gyógyszerként vagy gyógyszer alapanyagként kezelnek, néhány országban pedig vallási vagy spirituális szertartási kiegészítő. A marihuánát használók gyakran a pszichoaktív és élettani hatásai miatt használják, amelyek közül a legfőbbek a hangulatjavító, a nyugtató, szorongásoldó és kellemetlen emlékek hatását csökkentő, valamint az étvágyfokozó hatása miatt használnak. A világszerte használt pszichoaktív szerek között a cannabis népszerűségét tekintve az ötödik helyen áll a dohány, a koffein, az alkohol és a betét pálma után. Az illegális drogok között Európában és Magyarországon is a leggyakrabban használt pszichoaktív szer. Az ENS 97-es adatai szerint világszerte megközelítőleg 141 millióra tehető a rendszeres használók száma. Ez a világ népességének 2,45%-a. Indiában ma is élő szokás a cannabis különböző preparátumainak használata. Rövid távú hatásai. A THC a fő aktív hatóanyag ugyebár. Amikor cigarettaként használják, a THC a tüdőn keresztül a vérkeringésbe kerül, majd a vérárammal az agyba és más szervekbe jut. Az agyban azon idegsejtek receptoraihoz kapcsolódik, amelyek koordinációért, gondolkodásért, emlékezésért, koncentrációért, időérzékért, elégedettségért és érzelmekért felelősek. Ennek köszönhető a kábítószer által előidézett emelkedett érzés. A marihuána fogyasztók a következő hatásokat tapasztalják. Nehezebb gondolkodási képesség és probléma megoldás. Memóriazavarok és tanulási nehézségek. Koordinációvesztés, illetve torzult érzékelés. Ezek hatások néhány képességet, mint például az autóvezetés, hát eléggé veszélyessé teszi. Illetve vannak a hosszú távú hatásai. Kutatások is bizonyították, hogy a hosszú távú marihuána fogyasztás következtében a következő nem kíván hatások is felléphetnek. Elváltozások az agyban. A marihuána változásokat idéz elő a stresszre válaszoló motivációkért és jutalmazásért felelős agyrészekben.
illetve terméketlenség kutatásokkal bizonyított, hogy a komoly függőknél ovulációs és spermakezelési rendellenességek jelentkeznek. Nagy valószínűséggel állítható, hogy azoknak a személyeknek, akik gyakran és sok marihuánát fogyasztanak, nehezebben születik gyerekük a kívánt időpontban, idősebb korban természetesen. A kutatások azt is bizonyítják, hogy a marihuánát fogyasztó anyukák babáinál gyakrabban jelentkezik fejlődési és viselkedési rendellenesség. Ezen kívül légzési nehézségek, krónikus köhögés, hörghurut, a légutak állandó irritáltsága, váladékképződés gyakrabban jelentkezik ezeknél a függőknél. Illetve vérnyomás változás. Hosszú távú fogyasztás esetén magas vérnyomás kialakulásához is vezethet, valamint szédülést is okozhat, ugyebár a hirtelen pulzusszám növekedés vagy csökkenés. Érzelmi gondok. Depresszió gyakrabban jelentkezik a hosszabb idő után marihuánát fogyasztó személyeknél, mint akik nem fogyasztják. Gyakrabban jelentkezik feszültség, nagyobb az esély skizofréniára, komoly pszichés megbetegedés kialakulására. Továbbá várható problémák. Gyakran hallani, hogy a marihuána fogyasztás az előszobája a további kábítószer fogyasztásnak. Ezt az orvosok és a tudományos emberek a mai napig nem tudják 100%-ig bebizonyítani, de valóban egyfajta alapszintje ennek az egésznek. Nem állítható, hogy az egyetlen és közvetlen okozója, de a statisztikák is azt mutatják, hogy akik használják, 8-szor nagyobb eséllyel fognak erősebb szereket fogyasztani, valamint 15-ször nagyobb az esély arra, hogy egyszer elérnek az extrém drogokig. Ne feledkezzetek meg arról a tényről sem, hogy a kábítószer termesztése, birtoklása és forgalmazása ugyanúgy büntetendő, legalábbis jelen időben hazánkban. A büntetettség pedig egész életetekben követ benneteket, az egyetemre való iratkozáson át a munkakeresésig mindenhol. Mi történne, ha hirtelen abba hagyná egy aktív marihuána fogyasztó ezt a szert? Azok a személyek, akik hosszabb idő óta fogyasztanak ugyebár marihuánát, és szeretnék ezt abba hagyni, ingerlékenységgel, álmatlansággal, feszültséggel, depresszióval, étványtalansággal fognak szembesülni, nyilván, mivel bármi hasonló szerről való leszedálás ezt fogja okozni, hasonlóan történik ez is, mint egy normális cigaretta letétel, csak hát ez nem olyan egyszerűbb. Ezek a tünetek 1-2 héttel a kábítószer fogyasztása felhagyása után követően megszűnnek, legalábbis legtöbb esetben. A THC kimutatható vizeletből a fogyasztás követően 30-45 nap elteltével is. A THC-t kimutató tesztek gyógyszertárban is megvásárolhatók, amelyek csak a THC-t vagy mellette más kábítószereket is kimutathatnak. Napjainkban a munkaadók felhasználják ezt a munkavállaló értékelése érdekében, legalábbis a sportágakban. Ha ti vagy valaki, akit ismertek, szeretne megszabadulni ettől a szokástól, fordulhat akár az iskolában is szakképzett személyhez, vagy a fiatalok tanácsadójához. A legjobb módszer az egyéni tanácsadás vagy a csoportterápia. Felhasználási módszerei. Dohányzás. A leginkább elterjedt használati módja a cigarettába sodrás. A jobban éghetőség kedvéért gyakran dohánnyal keverik, ez az úgynevezett joint, spangli, joya, rakéta vagy jottó. Illetve vízipipába. A felhasználók körében eléggé gyakori a vízipipa, avagy bong használata. Ennek előnye, hogy a benne lévő víz kiszűri a füstben lévő káros anyagok egy részét, és le is hűti a füstöt, így csökkentve a használó tüdejére nehezedő terhet, bár így sokkal erősebb a dózis a THC, azaz a marihuána kicsapódásából származó mellékanyagokba. Párologtató berendezés, avagy vaporizer. A vízipipától eltérően az úgynevezett párologtató berendezés, avagy a vaporizer használata esetén csak minimális mennyiségű káros égés termék keletkezik azáltal, hogy a cannabis csak 185, avagy 210 fokra hevíti, így az aktív hatóanyagok már elpárolognak, de mérgező égés termékek gyakorlatilag nem keletkeznek. Így nem kerül a kelleténél több káros anyag a használó tüdejébe, és természetesen dohány sem kell használni a jobb éghetőség kedvéért. Mint az előbbi módszereknél, bárha a marihuána jó minőségű, akkor rendesen ég dohány hozzáadása nélkül is. Illetve a populárisabb felhasználás a sütemény.
A kender sokféle fogyasztási formája közé sorolható, még a space cake, vagyis a kenderes sütemény, ami többnyire olyan vajjal készült, amin kendervirágokat vagy leveleket futtattak meg, és a zöld sárkány, ami olyan alkoholos ital, amiben kendert áztattak huzamosabb időn keresztül. A pszichoaktív főalkotó minden esetben a THC. A THC, valamint a növényben kisebb-nagyobb mennyiségben előforduló más kannabinoidok, például a cannabidiol, aránya jelentősen módosíthatja a hasis olaj hatását. Ezen kívül még létezik a cannabis tea, a marihuána tea viszonylag kis koncentrációban tartalmaz THC-t, mert a THC csak kis mértékben oldódik vízben, ami körülbelül 2,8 mg literenként. A marihuána teát ezért zsiradéktartalmú folyadékban szokás elkészíteni, például tejszínt öntenek forró vízbe, majd egy kis mennyiségű marihuánát áztatnak bele. És hát jöhet szerintem a videó legalapvetőbb dolga, a marihuána történelme. Az emberiség történelmében a kender növény már legalább időszámításunk előtt 10 000-re satszolható, hogy akkor már megjelent, bár előtte lévőre meg semmilyen bizonyíték nincsen, tehát innen is fogunk elindulni úgymond, mint marihuána történelem. Időszámításunk előtt 10 000. Bár a kender növény leges-legelső használatáról írásos feljegyzés nincsen, de vannak régészeti bizonyítékok, hogy már ekkor a Mezopotámiában és a mostani Tájván területén kerámiákban és textíliákban kenderrostokat azonosítottak a régészek. Az orvosi cannabis felhasználása időszámításunk előtt 6 000, illetve időszámításunk előtt 4 000. Kínában és Türkmenisztánban is termesztik a kender textilkészítéshez, illetve a kender magját és olaját élelmiszerekben is felhasználják. Időszámításunk előtt 2900. Fuxi és a cannabis. Fuxi a legendás kínai császár, aki az egyik legelső kínai császár volt, már megnevezi a cannabiszt. MA-nak nevezi, és egy olyan népszerű orvosságnak írja le, amelyben mind a ying, mind a yang egymás kiegészítő ereje megtalálható. Időszámításunk előtt 2700. Shen Nung és a cannabis. Shen Nung, aki szintén a kultúrhérosz a kínai mitológiában leírja a cannabiszt híres Pen Cao című művében. A kínaiak Shen Nungot tartják az első farmakológusnak, a kínai orvostudomány atyának, valamint a földművelés kezdeteit is hozzákötik. A Pen Cao az egyik legrégebbi ilyen témájú könyv a világon. Shen Nung a cannabis például maláriára, vagy éppenséggel különféle női bajokra ajánlotta, és azt is tudta, hogy túlfogyasztása erős teljes halucinációkat is okozhat. Időszámításunk előtt 2500. Közép-Ázsiában a cannabis elégetik, és temetkezési szertartások közben füstjét belélegzik. Hérodotosz ugyanekkor arról számol be, hogy ugyanezt teszik a görögök fürdőceremóniák közepette. Időszámításunk előtt 2000, illetve 800. A cannabis feltűnik Indiában. Az Atharva Vedában, azaz az egyik szent hindu iratban, ami a Védában, szent fűnek nevezték a megszárított cannabis leveleket, magokat és hajtásokat. Ezt így együtt Bhang néven is említik, és orvosi, valamint rituális célokra is felhasználták. Sivának ajánlva természetesen. Indiában a cannabis az 5 szent növény egyike volt. Érdekesség, ugyanis Bhangnak nevezték azt a teljes cannabisos italt, amelyben érzéstelenítő és hangulatjavító hatásáról számoltak be rengetegen Indiában. Időszámításunk előtt 1500. Egyiptom, a cannabis az ember papíruszon. Egyiptomban az Embers papíruszon kerül említésre a cannabis időszámításunk előtt ugyebár 1500-ban. Az Embers papírusz az egyik legrégebbi és legérdekesebb egyiptomi orvosi jellegű irat, egyébként maga is a kenderrostból készült, ezért is maradhatott fent ennyi ideig nagyon jó állapotban. A cannabiszt szemgyulladásra, aranyeres fájdalmak csillapítására, valamint kenőcsként alkalmazva lábúj, illetve kézúj fájdalom csillapítására ajánlották az egyiptomi orvosok. Időszámításunk előtt 700, a cannabisz megjelenése a perzsa kultúrában. Egy ősi perzsa vallásos szövegben, a Zendavesztában említés történik a cannabiszról, szintén Bhang néven narkotikus hatását emelik ki több versben is.
A cannabis ez idő tájt már elfogadott gyógymód volt gyulladásos megbetegedések kezelésére, például fülgyulladásra, illetve ödémára. Időszámításunk előtt 700-tól 100-ig. Szkíta törzsek királyi sírkamráiban régészek cannabis magokat találtak, ezeket a szkíták felajánlásképpen tették a sírkamrába. Időszámításunk előtt 500-ból származik egy szkíta pár sírja, melyben kis bőrzacskókban cannabis találtak. A sírt 1940-ben tárták fel a Tien Shan hegység mellett, a mai Kazasztán területén. A szkíták terjesztették el a cannabiszt Észak-Európában. Berlin alatt is találtak egy ugyanerre a korra datálható sírt, melyben egy urnában cannabisz növény magjai voltak szintén. Ezután a cannabisz elterjedt az egész észak-európai területben. Időszámításunk előtt 100-ban, illetve megjelenik a kender alapú papír Kínában. De hogyan is terjedt el a világ egyre nagyobb részein a marihuána? Tehát a szkíták révén innentől kezdve a cannabis és a növényből készült kötelek, textilek, főzetek, illetve gyógyszerek sorra jelentek meg Európa különböző területein, mint például Görögország, Róma, Anglia, Franciaország, illetve Olaszország. Természetesen keleten is folytatódik a használata, valamint elterjedt a zsidók és a vikingek között is, és az arab világkultuszban is. Krisztus után 100-tól 900-ig. 100-ban a Materia Medica című kínai gyógyszerkönyvben leírják a cannabis potenciális malária elleni hatását, de felhívják a figyelmet arra ismételten, hogy túlfogyasztása hallucinációkat okozhat. Ezt a gyógyszerkönyvet Shen Nong tiszteletére állították össze, akiről már ugye beszéltünk. 76-ban idősebb Plinius, a nagy római történetíró megírja a Natural History című művét, egy érdekes dolgot állít a kendermagokról készült léről. Kiűzi a férgeket a fülből, s minden olyan rovart, amely oda bejutott korábban. A cannabisszal dúsított víz pedig szerinte segít mindenféle olyan nyavajában, a gyulladt ízületektől elkezdve a köszményen keresztül az égésig. 140-ben Hua Tuo az első kínai sebész, aki érzéstelenítőként használja a cannabiszt műtétek közben. 130 és 200 között Galenus, a híres görög orvos is már orvosi cannabiszt használt a gyógyításhoz. 200-ban az első gyógyszerkönyv listázta az orvosi cannabiszt. 300-ban pedig feljegyezték, hogy Jeruzsálemben egy fiatal nő szüléskönnyítésképpen kapott cannabisz oldatot. 800-ban egy iszlám orvos, Al-Razi, az orvosi cannabis sokrétű felhasználásáról és általa kezelési lehetőségekről ír, fülproblémáktól kezdve korpás panaszokon át epilepsziáig, migrénig és szifiliszig mindenre használhatónak írja. Ezért a mindennel vitatkoznék, de hát nem vagyok orvos, hogy ezt jogosan tudjam vétózni. 900-ban a vikingek átviszik Izlandra a kenderkötelet és a cannabis magokat. 900 és 1000 között kezdenek el a tudósok vitatkozni a hamis fogyasztásról pro és kontra. Egy arab orvos Imd Vashia on Pusions című művében felhívja a figyelmet a marihuána potenciális veszélyeire. Szóval 1000 után járunk, már egyre több feljegyzés tanúskodik arról, hogy a cannabis egyre elterjedtebbé válik a világon. A közel-keleten orgyilkosok használták bódítószerként is kezdett elterjedni. Afrodiziákumként is számon tartották, és arab kereskedők révén Afrikába is eljutott. Európa figyelmét Marco Polo irányította a cannabisra. 1378-ban Ottoman Emir Shodon Shikuni fogalmazza meg az első kiáltványt a hasis fogyasztás ellen. Az 1500-as években angol, francia és egyéb nemzetiségű botanikusok és orvosok is leírják a cannabis orvosi hatásait. Angliában William Turner a New Herbal című művében a cannabiszt alapvető gyógynövékként minősíti az emberiség egészségügyi ellátásában. Francia részről a Rebalis Gargantua, avagy Pantagruel műve írja le a cannabis orvosi hatásait. A portugáloknál a Garcia de Horta teszi ugyanezt. 8. Henrik megbünteti azokat a farmereket, akik nem termesztenek kendernövényt ipari célokra.
A franciák és a brittek gyarmataikon Port Royalban 1606-ban, Virginiában 1611-ben és Plymouthban 1632-ben elkezdik szakszerűen a cannabis termesztését, ezzel Amerikában is megjelenik a cannabis. 1621-ben egy nagyon érdekes munka lát napvilágot, egy angol orvos, Robert Burton azt javasolja, hogy a cannabis fontos szerepet tölthet be depresszió kezelésében. Ez saját magán is kipróbálta. 1600-as és 1700-as években a hasis fő kereskedelmi termék lesz Közép- és Dél-Ázsia között. 1753-ban Carl von Linné, a nagy botanikus említi először a cannabis sativa növényt, rendszertanilag ő sorolja be ezt a növényt ebbe a kategóriába. Az 1700-as évek közepén és végén az orvosi cannabis megjelenik több gyógyszertárban. A New England Dispensatory-ben és az Edinburgh New Dispensary-ben is. 1798-ban viszont Napóleon megtiltja a cannabis használatát, mert a katonák Egyiptomból visszatérve átvették az egyiptomi alsóbb osztályok rendszeres hasis használati szokásaikat. 1842-ben megjelenik az első orvosi publikáció egy ír orvos tollából. William Broke O'Shaughnessy éveket töltött Indiában, és megjelentette egy cikket, hogyan használta ottani betegein a cannabiszt nyugtatóként és fájdalomcsillapítóként. Ezt több orvosi cikk követi, például egy francia orvos 1845-ben Hashish and Mental Illness címmel ír cikket arról, hogyan segíthet a cannabis különböző mentális betegségek leküzdésében. 1850 egy jelentős dátum. Amerikában az USA gyógyszerkönyvébe bekerül a cannabis először a történelemben. Aztán majd 1942-ben kiveszik belőle, de ez majd később. A következő betegségek kezelésére javasolták. Tifusz, kolera, veszettség, hasmenés, alkoholizmus, ópiát addikciók, lepra, köszvény, mandulagyulladás, elmebaj és méhvérzés. 1850 és 1915 között a cannabis nagyon könnyen hozzáférhető volt az Egyesült Államokban. Mind gyógyszer, és mind patikákban, mind boltokban meg lehetett ezt vásárolni. Annyira gyakori volt a használata, hogy az összes USA-ban gyártott gyógyszer 6%-ában volt cannabis. Ezért az FDA elrendelte, hogy kötelező feltüntetni ezt a gyógyszerek címkéjén. Ez volt a Pure Food and Drug törvény, és egyébként nem csak a cannabiszt, hanem az ópiátokat, alkoholt, kokaint és egyebeket is elrendelte, hogy fel kell tüntetni a címkén. 1890-ben Victoria királynő orvosa Sir R.G. Reynolds a királynő menstruációs fájdalmára ír cannabis tinktúrát. 1910-ben a mexikói forradalom során sok bevándorló érkezett az USA-ba, akik élvezeti célokra használták a cannabiszt ellentétben az addig elterjedt orvosi használattal. Ennek az lett a vége, hogy 1914-ben a cannabisz használatát bűncselekménynek minősítette a híres Harrison törvény. 1915 és 27 között egyre több állam tiltotta be a cannabis nem orvosi célra való felhasználását. Először Kalifornia, majd Texas, majd Louisiana és New York is. Ennek azonban megvoltak a maga okai. 1916-ban történt egy nagyon érdekes eset. A USDA két vezető tudósa, Jason L. Merrill és Lister H. Devey a kendernövény pulpájából, azaz a belsejéből papírt készítettek, amelyről hírt közzé is tették a USDA Ballantyne 404-es számában. Ez így nem hangzik valami hú de izgalmasnak, bár a hírre felkapták a fejüket a papíripa mágnásai, akiknek hatalmas érdekeltségei voltak a hagyományos fából készült papírgyártásban és újságnyomtatásban. És nem a fele baráti szeretet, vagy a környezetvédelem vezérelte őket, hanem az iparági féltékenység és az anyagi fenyegetettség. Ugyanis a USDA két tudósa azt nyilatkozta, hogy a kenderből készült papír sokkal környezetbarátabb, mint a fából készült papír, ami tény és való. Fenntarthatóbb a termelése, hisz tudjuk termeszteni ezeket a növényeket, és nem meglévő fákat vágunk ki tucatszámra. Kevesebb környezetszennyezéssel is jár,
ami tény és való. Kevesebb kén, szóda és klór felhasználása szükséges a gyártáshoz, valamint kisebb lenne a dioxin kibocsátás, amely a papírgyártás kíséri, ezek mind-mind is a környezetszennyezés részei, és ha kevesebb lenne belőlük, hát az nyilván jobb lenne a Földnek, én azt hiszem. És ha engedélyeznék a gyártást, akkor a fából készült papír 70%-át ki lehetne váltani. Na, azt nem kellett volna hivatalosan mondjuk nyilatkozni. Erre a híre tehát rossz értelemben felkapták a fejüket a papírmágnások és az újságmágnások, köztük William Randolph Hearst és William DuPont. Ezt utóbbinak hatalmas érdekeltségei voltak az olajbizniszben, műanyaggyártásban, festékgyártásban és egyéb fosszilis tüzelőanyagok gyártásában is. Bevetették a kapcsolataikat, és politikai erőkkel együttműködve az eredmény az lett, hogy a kendernövény lett az első célpontja az úgynevezett Yellow Journalismnek, ami azt a fajta újságírás jelenti, amely a tényeket elferdíti. Pánikot kelt és botrányt, magyarul a propaganda. Valamint túlzásokban is kell esni ehhez valóban. Szóval nem kifejezetten objektív és tudományos újságírásról beszélünk, valójában egyáltalán nem az. Napjainkban is vannak ilyen újságok sajnos. Pánikot, botrányt keltő kattintásvadász címekkel milliókhoz érdekel kis hazánkban is, és a legnagyobb elferdítéseket manipulálják bele az ember fejébe, hogy tévhitekben éljenek, és dezinformációk alapján ítélkezzenek. Azért, hogy megvédjék vagyonukat és érdekeltségeiket, ezek a papíripari és olajmágnás újságokat, szórólapokat, könyveket nyomtattak és filmeket készítettek, a cannabis akkor már marihuánának nevezték káros és elrettentő hatásairól. A nyomtatás nem volt nagy cucc, hiszen ők voltak a papírmágnások és saját nyomdáik voltak, tehát nem volt nehéz manipulálni újra a népet, ahogy ez szokás. 1936-ban mutatták be a Reefer Madness című filmet, amely bemutatta a marihuána fogyasztás káros hatásait, pontosabban véve az volt a fő feladata, hogy elrettentse Amerika fiatalságát ettől a fajta használattól. Dramatizálta a cannabis hallucinogén hatását, bemutatta, hogy a cannabis fogyasztása erőszakhoz, öngyilkossághoz, balesetekhez és őrülethez vezethet. 1937. Az Anslingeri törvény elfogadása. Harry Anslinger, az USA Narcotic Bureau igazgatója tűzzel, vassal harcolt a cannabis ellen, rádióbeszédeket tartott, leveleket és vezércikkeket írt a marihuána ördögi mi voltjáról. Sikerült is meggyőznie a kongresszust, és 1937-ben elfogadták a Hillhead törvényt. Korábban marihuána törvényként nevezték. Innentől korlátozó, illetve tiltó adókat vezettek ki minden kender importra, kender termesztésre és a kenderből készült termékekre, és a marihuána fogyasztás bűncselekménynek számított. Ezzel egy időben az olajcégek adókedvezményt kaptak, és az iparmágnások vígan örülhettek. Bár a volt a kongresszusban olyan, aki próbált ez ellen a törvény ellen érvelni, ő pedig nem volt más, mint Dr. William C. Woodward, érveit sajnos elsöpörték két kézzel. A kongresszus elfogadta a marihuána törvényt, és innentől nem volt szabad gátja annak, hogy a marihuána elvesse akkori mi voltját. Woodward ezekkel a szavakkal érvelt. Az Amerikai Orvosi Szövetség tudomása szerint nincs bizonyíték arra, hogy a marihuána veszélyes drog lenne. Figyelmeztetem önöket, hogy a betiltása bizonytalanná teszi a tényt, hogy jövőbeli kutatások kimutassák. A cannabisnak igenis jelentős orvosi hatásai vannak. Természetesen az elfogadott törvény megjelent William Randolph Hearst nyomtatott újságaiban. Ki máséban ugye? Ő volt az egyik legnagyobb papíripari és nyomdai érdekeltség. Így a marihuána elvesztette a háborút Amerika ellen. 1941. A cannabis eltávolítása a hivatalos gyógyszerkönyvekből és az orvosi hatásait szépen lassan elfelejtették és nem ismerték el a továbbiakban. Közben a világ többi részén is változtak a cannabis fogyasztási szokások. Hol eltűntek, hol fellángoltak. A világ különböző országaiban több helyen is betiltották a cannabis termesztését, ám az illegális termelés és kereskedelem soha nem állt meg természetesen. De az USA szigorú maradt, és az évek során többször felemelte a droghasználat büntetésének összegét, beleértve a marihuánát is. 1964. A THC izolálása. Viszont a tudományt
nem lehet megállítani. 64-ben dr. Rafael McCollum izolálja és szintetizálja a THC-t. Először Richard Nixon idejében, a korai 70-es években történtek ugyan lépések a marihuána újra legalizásában, de a kongresszus természetesen ezt elutasította azonnal. Ez volt a Schaeffer Commission. Nevét Raymond P. Schaefferről kapta, ő volt ugyanis az, aki azzal érvelt a kongresszus előtt, hogy a marihuána nem aktív-agresszív viselkedés zavarban nyilvánul meg, hanem inkább passzívvá, félénké, bátortalanná és álmossá teszi a használóját. Beszédének a következő címet adta. Nem lehet pontosan szó szerint lefordítani. Marihuana, a signal of misunderstanding, ami nagyjából annyit tesz, marihuana a félreértés jele. Azért ezt nagyjából mindannyian megértjük, én szerintem. Tehát 71-ben felbukkan az első orvosi evidencia arra nézve, hogy a cannabis segíthet a glaucomás pacienseknek is. És valóban a PubMed az első publikáció 75-ben jelenik meg Green Key Marijuana and the Eye címmel. A második pedig ugyanebben az évben és ebben a második publikációban szerzők arról írnak, hogy a marihuána mérsékelt fogyasztása csökkenti a szemben történő nyomást. Eztán 75-ben bevezetésre kerül az első olyan mesterséges molekula, a nabilon, amely egy szintetikus kannabinoid, és hányinger csillapításra használták fel a rákos betegek esetében. A THC hatását utánozza relatíve. 88-ban egy bíró, Francis Young, ismét megpróbálta a kongresszus előtt bebizonyítani, hogy a cannabisnak létezik bizonyított orvosi használata, és reklasszifikálni kellene a felírható hatóanyagok csoportjába. Egy hosszú tudósítás is megjelent az esetről a Washington Postban, de sajnos ennek is a terjesztését ellehetetlenítették. Ugyanebben az évben egy gyógyszermolekulát, a dronabinolt elfogadja az FDA és az AIDS-Westing szindrómában. Ez szintén egy szintetikus THC származék. Tehát egyre több bizonyíték áll rendelkezésre a cannabis orvosi hatásainak alátámasztására. Majd 1988-ban felfedezik az endokannabinoid rendszert, és a következő években az első két endokannabinoidot, az anandamidot és a arachidonol glicerolt, és közben a két első endokannabinoid receptort is. Nem lehet többé tagadni a kannabinoidok létjogosultságát. 1996-ban Kaliforniában történik az első kísérlet a cannabis orvosi használatának újra felhasználásának legális úton. Rákos betegeknek, éces betegeknek és egyéb súlyos betegségben szenvedők részére. És ha nagyon jól figyeltél, akkor pont, hogy Kalifornia volt az első állam, ami rögtön betiltotta a cannabiszt. Ezek után sorra követi őket több állam is, viszont mind Clinton, mind Bush elnök idejében üldözik az orvosokat, illetve a betegeket is, akik orvosi célra szeretnék a cannabis felhasználni. 2001 és 9 között tart ez az állapot, és 2009-ben végül Obama lesz az, aki kijelenti, hogy a szövetségi ügyészek nem üldözik többé az orvosi marihuána felhasználóit, akik betartják az adott állam törvényeit. Eközben 2003-ban Kanada lesz az az ország, aki országszerte elfogadja végre a cannabis orvosi felhasználását. 2004-ben dr. Ethan Russo felveti azt a teóriát, amelyet a CETS-nek nevezett el, és ez az a teória, ami azt feltételezi, hogy különböző betegségek kialakulásának annak is lehet tulajdonítható, hogy a szervezetünkben nincs elég endokannabinoid. Ilyen betegségek lehetnek például különböző gyulladásos gyomor-bélrendszeri kondíciók, ízületi gyulladás, indokolatlan izomfájdalmak és gyulladása, illetve a rákos megbetegedések. Az Epidiolex elfogadása és a Farm Bill 2018-ban az FDA engedélyt ad az első cannabisról származó gyógyszerre, aminek a neve Epidolex. Az Epidolex használata epilepsziás betegek számára lett kifejlesztve. Ezzel együtt az USA-ban 2018-ban aláírják és bevezetik a törvények közé a Farm Bill-t, amely megengedi azon CBD-t tartalmazó cannabiszerek legális forgalomba használatát, amelyek 0,3%-nál kevesebb THC-t tartalmaznak. Ez nagyon nagy előrelépés végre, egy évszázados tiltás után. És hát a hivatalos helyzet hogyan is néz ki hazánkban, Magyarországon az OGYE,
ugyan elutasítja az első CBD engedélykérelmet, de pár hónap múlva már ők sem tudtak vitába szállni a nemzetközi és az európai tényekkel, kutatási adatokkal és eredményekkel és szabályzásokkal. Bizonyos feltételeknek megfelelően, ezek az amerikai feltételeknél ugyan jóval szigorúbbak, Magyarországon is engedélyezik a CBD tartalmú étrend kiegészítők forgalomba hozatalát. Ami viszont hatalmas előrelépés, viszont sajnos a hedonista emberek fogyasztása még mindig nagyon rossz óment jelent a marihuána terjeszkedését az egészségügyben, illetve a gyógyszeriparban. Nos hát ez volt röviden tövören az orvosi cannabisnak egy minimális történelme, természetesen ezt még vagy órákon keresztül lehetne taglalni és részletezni, hogy milyen művészeti és kulturális értéke is van az emberiség történelmébre visszavezethetően, milyen érdekes dolgok születhettek meg hála a cannabisnak. Ezt majd egy külön videóban szeretném kifejezni, természetesen azok már céltudatosan csak egy adott kategóriát vagy egy adott vonalat fognak képviselni, úgyhogy ezeket szeretném majd úgy szint megcsinálni. Viszont a cannabisról egyenlőre ennyit szerettem volna elmesélni, remélem élvezted a videót és várod a következő témát, ami nem lesz más, mint egy orvosilag nagyon jól kifejlesztett és felhasznált szer, ami sajnos a kultúra véget a fiatalok hedonista hülyeségei miatt be lett tiltva, ami nem más, mint az LSD. További szép napot kívánok, ciao!